Mária meledék meséljük. A negyedik a török hazán, az üdvözölteket idézik. Adventi koszorunk gyertyáiban benne lobog az élet. Lángjában a csend, a fény, az erő, lélegzenek, élnek. Egy fényt hoz nekem is, nekünk is adventi lélek. A lélegzetben én is, mink is új lángra kéljek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Pilisvöröspári Német Nemzetiségi Vegyes Kórus nevében az Erzsébet otthon minden kedves lakóját, minden kedves dolgozóját. Köszönjük, hogy hosszú idő után rá gondoltak kis műsorunkkal, mi hozhatunk néhány kedves, meghitt percet karácsonyi készülődésükben. Kórusunk karmesterei, Nagybrand Ferenc és kedves felesége Kiroska. Zongorán kísért, Kárpáti Levente kántor úr, szólót énekel Szilágyi Gizella kórustársunk. Kérem, elsőként hallgassák meg Pierluigi Palestrina 14. századi reneszánsz zeneszerzőtől Jézus Rex Admirabilis, Jézus csodálatos király című művét Kerényi György fordításában. Yeah.
mindent az Advent. Nem mellekalásod, hanem égi szeretettel érkező világ. Nekem mit jelent az Advent? Szívemben várakozás, lelkem vágyik látni Jézust, boldog találkozást. Nekem mit jelent az Advent? Minden teljesedik, mint prófétát megígértek, Krisztus megjelenik. Nekem mit jelent az Advent? Nem a versfaragás, de az Úr jelenlétében csendes megmaradás. És nekem mit jelent az Advent? Illatos koszorú? Látsz egy elke fényen túlra? Várod-e a fiú? Pásztorok látomása, dr. Takács Nándor nyugalmazott megyés püspök szerzeménye következik. Thank you.
Thank you.
között. Piros szívek aranyhúrján, majd felkacag, hozsanna, dicséret és hódolat. Az én szívem is megéríti az öröm, és hirdetem mindenkinek, hogy íme jön. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, és az égi fény jelzi, megérkezett. Ó szent nagy ég, te békességnek éjjele, a boldogság és üdvösség szent fényjele, mikor visszáll, békétlenség kudarcba full, és hatalmas mágia fényként a híd kigyúl. A szeretet Úr lesz a nagy világ fele, és a jó akarat simítja meg a szíveket. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, és az égi fény jelzi, megérkezett. Advent alatti földön élő emberek, kongassátok az elhallgatott szíveket. Legyen csengés, gongás a föld terén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát. Mert nem sokára itt leszem, az ég fénylő csillag képében megjelen. Advent után, mikor a csendnek vége lesz, és az égi fény jelzi, megérkezett. Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, kigyulladnak a szívek, tüzek és csillagok. Megtalálják Jézus Krisztust az emberek, és a békesség zászlója leng a föld felett. Béke, öröm, szeretet és jó akarat, játsszák el a karácsonyi himnuszokat. S velük zengi a boldog föld az éneket, Urunk, szabadítunk, megérkezett. Magyar karácsonyi ének következik, Bárdos Lajos szerzeménye, utána angol karácsonyi ének, azt követően pedig Farkas Ferenc Áldott Légy című művel következik, ez is egy angol karácsonyi ének, magyar fordítás. Jézus kája, átölel
sértések, próbák, bukások, szenvedések. Hogy csend, 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 kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár, mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tüzön és akadályon, új erőt adjon, új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk a csendben. Kis felemcsényi műsorunk utolsó előtti számára érkeztünk, Otto Fischer, Herr Deine Güte, Uram, a Te jóságod című mű következik a 36. és az 57. zsoltárból. Talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet.
bátorság szálljon a világnak. S befejezésül kérem mindenkeljükkel közösen karácsony egyik legmegképtebb énekét, a csendeség. Boldog karácsony kívánok, és az új évet jó egészségben, jó kedvel töltsék át.